Molnár Tamás környezetvédelmi és civil tanácsnok a sajtótájékoztatón elmondta, 2022-ben a COVID után nem számítottak újabb nehézségekre, de az energiaválság kihívások elé állította a civil szervezeteket. Székesfehérvár önkormányzata azzal segített, hogy biztosította az addigi forrásokat számukra. Emellett pedig igény szerint plusz segítséget is kaptak. Az idei költségvetést várhatóan jövő héten pénteken fogadja el a közgyűlés. Ebben azt már biztosan mondhatom, hogy ugyanazok a források rendelkezésre fognak állni a civil szervezetek számára. Kijelenthetjük, hogy nagyságrendileg 100 millió forint fölött vagyunk idén is azokkal a támogatásokkal, amelyek civil szervezetek számára kerül juttatásra, és a társadalmi felelősségvállalási alap kiírásai már a jövő héten kiírásra kerülnek, úgyhogy a pályázatok elindulnak. Rózsás Ildikó, a Változás Mentálhigiénés Egyesület elnöke elmondta, 2023-ban is színes programokkal várják a fiatalokat. Február 8-án a Hímerházba szerveznek az Echo Innovációs Műhelyjel közös programot. Egy kicsit jobban megismerhessék a fiatalok azt, hogy milyen civil szervezetek működnek a városban, milyen tevékenységgel ott mit tudnak csinálni, és akár közösségi szolgálatosként, akár önkéntesként, akár csak közösséghez való kapcsolódásként meg tudják találni ezeket a lehetőségeket, hiszen tényleg sokfajta színes paletta várja így a városban. 300 aktív civil szervezet is működik. Bertó Kovács Erika, a Fejér megyei civil közösségi szolgáltató központ irodavezetője arról beszélt, hogy 8. alkalommal szervezik meg februárban a civil véradást Fejér megyében. Most rendhagyó módon Székesfehérváron az Alba Bástya család segítő és gyermekjóléti központban lesz a helyszíne a városunkban a véradásnak. Itt nagyon köszönjük az együttműködést a központnak, hogy befogadó intézménye lett ennek a demes ügynek. Nincs új a nap alatt, mindenkit ugyanazokkal a feltételekkel várunk a véradást, a betöltött 18 éves életkor szükséges. Az iroda vezető hozzátette, személyigazolványt és lakcímkártyát minden véradó vigyen magával a különböző helyszínekre. Járványügyi intézkedésként kérik a maszkviselést. Február 20-án Sárbogárdon, 21-én Dunaujvárosban, 22-én Székesfehérváron, 24-én pedig Móron várják a véradókat.